A mai nap durva nap lesz. Igen, mert ma végre elkezdjük felvenni a Smartos sorozatot, amiből a terveink szerint innentől kezdve két hetente kimegy majd egy rész. Hát kb. Két hetente, mert elég sokat fogunk utazgatni mindenfelé, de amikor éppen itthon leszünk és kijön a két hetes ritmus, akkor forgatunk. Szóval csapjunk a lovak közé! Na és ez a felvétel azért sikerült ilyen durván, mármint hogy azért tudtam magam mögött menni a kamerába, mert nem én mentem magam mögött, hanem hol vagy? Robi jött mögöttem. Mert hogy ahogy mondtam már nektek, Robival közösen fogjuk felvenni ezeket az epizódokat, és mindenféle csúcs technikával közlekedünk majd, például ez mi is? Gimbal. Szóval ő az autó, amivel a mai adást fel fogjuk venni. Ez egy Cabrio Smart, aminek a kabrióságát nem nagyon fogjuk ma kihasználni, mert elég szepet idő van, de hát majd egy későbbi epizódban biztosan. Akkora mázink volt ezzel a helyen, nézzétek! Szóval, hogy nyilvánvalóan cél volt az, hogy valami kicsi helyre álljak le a Smarttal, viszont amire a legkevésbé számítottam az az, hogy mutatom, egy pillanat. Szóval egészen konkrétan ide jöttünk, és nem az volt, hogy ez a hely nekünk fenn volt tartva, hanem ez a hely itt volt, és mondjatok nekem még egy autót a világon, amivel be tudtok ide állni. Az első helyszín, amit meglátogatunk, az a Butter Brothers, amit még Ádám talált, mert Ádám mindenféle pékséget meglátogatott annak idején Budapesten, amikor kereste a legjobb kenyeret, megkereste a legjobb kakaósségát, meg mindenféle péksüteményt, és hosszasan próbálgatta ezeket, szóval ő a leghozzáértőbb szerintem Budapesten már, mint ilyen péksütemény próbálgatás szempontjából, és itt van az a kakaócsiga, amit megtalált. Sziasztok! Szóval, hogy ő az. Mondom, hogy mit kell figyelni. De látjátok ti is, hogy mit kell figyelni. Azon kívül, hogy a tészta mennyire jól néz ki, hogy tele van csokival, hogy szinte folyik ki belőle. És az a csoki az nem csak egyszerűen folyik ki belőle, hanem nagyon-nagyon finom, ropog a fogait között, miközben a tészta is ilyen nagyon-nagyon jó leveles tészta, és mindig is meg akartam tudni, hogy hogyan készül ez a cucc, és most felmegyünk az emeletre, és megmutatják nekünk a pékek, hogy hogyan készül Budapest legjobb kakaócsigája, utána meg mi is tolunk egyet. Itt van a titok, itt van erre a titok, mert hogy lent van az üzlet, és felül meg készülnek a dolgok. Szia, Magyarorsi Csaba! Ők készítik nekünk a kakaócsigát, és most megnézzük, hogy hogyan készül. Beöntjük a lisztet. Nem öntetem én? Ne, gyere, parancs! Kicsit csalunk, mert mennyire készül ez a kakaócsiga? 3 óra, ezt most nem fogjuk megvárni, de hát mint a jó gasztronómiai műsorokban, itt is már elő van készítve a következő fázis. Ebbe hajtogatjuk bele a vajat. Hajtogassátok bele a vajat. A tészta, akkor ugye a vaj a rétegek között ugye elkezdi sütni magát a tésztát, és attól lesz ilyen ropogóság. Aha, okay. És az nyomja föl, tehát maga a vaj nyomja szét a rétegeket. Itt van a töltelékű. Igen. Ez kicsit kever össze kézzel. Tökéletes. Csak optikailag olyan hülyén néz ki, nem? Tehát, hogy ebben lehet nagyon jó mémeket készíteni, azt gondolom. Most kiderült, hogy ezek az IKEA-s mérlegek nem csak arra jött, hogy az ember laptopokat hasonlítgasson össze vele, meg azoknak a súlyát mérje, hanem kakaócsiga készítéshez is jó. Mitől van, hogy amikor eszem, akkor ilyen tök jó, ilyen kemény, ragacsos ilyen cukordarab van a kakaóból, szóval nem, tehát hogy ami a legjobb dolog a kakaócsigában, amikor eszitek, hogy... Tök érdekes, hogy
hogy igazából a kakaóban lévő zsír annyira fölhigítja, hogy nem engedi, sokszor nem engedi megszilárdulni benne. Tehát olyan, mintha egy ilyen kakaós karamellát kapnánk benne. Kakaós karamella, hát vannak ennél szebb szóösszetételek a világon. Csokoládé gejzi. És ezt én csináltam? Ezt te csináltad. Nincs más hátra, mint hogy megegyük. Hát elmondhatjuk, hogy tudok kakaósugárt készíteni. És nagyjából ilyen a végeredmény. Ez az, amiről beszéltem nektek, ami őrült jól néz ki, és amennyire jól néz ki, legalább annyira nagyon-nagyon finom. És itt már lehet is látni ezt a leveles részt, tehát amilyen finoman ropog, és láthatjátok, hogy különböző rétegekből áll össze, és most már azt is tudjuk tudományos alapon, hogy miért áll össze különböző rétegekből, mert a vaj egy kicsit szétnyomja. És őrületesen jó, szóval egy kicsit ropog a fogunk alatt ez a, hogy hívták, Robi, karamellizált kakaó, vagy valami ilyesmi? Valami ilyesmi volt a neve, és pont annyira finom, mint amilyennek tűnik. És itt van mellette az a tejecske, ami magyar tehenekből jön, amit mi majd ki fogunk felnyúlni egy tehénből, nem tudom, hogy ez a megfelelő kifejezésre, de minden esetre ilyen élményekre lehet számítani. Szóval Ádám nem véletlenül mondta azt, hogy ez a legjobb kakaós csiga a városban, és persze van egy csomó rakású kakaós csiga még, de hogyha ezt megkóstoljátok, akkor biztosan nem fogtok csalódni. És nincs is jobb reggel, mint a kakaós csiga, meg egy kis tej. Az biztos, hogy miközben ezt tesszük, nem fogjuk nyomkodni a mobiltelefonunkat. És most, hogy jól bezabáltunk, megyünk is tovább, de nem egyedül, hanem Lacival, aki a helynek az alapítója. Valami ilyesmi, sziasztok! Meg mondtál valami más kifejezést is, vagy péksegéd, nem. Pékasszisztens! Pékasszisztens, és ő visz el majd minket mindenféle érdekes helyszínre, ahonnan az alapanyagok ide kerülnek. Úgyhogy most már csak ennyi a dolgunk, hogy bepattanjunk az autóba és utazzunk. Dob be. Szóval, most megyünk Sziget-Szent Miklósra, ahol készül a... Liszt. És ez miért különleges ez a hely? Fú. Mármint, hogy ez nem egy szimpla malom, nem? Tehát nem egy ilyen 12-1 tucat malom. Vagy mondjuk az lett volna 200 évvel ezelőtt. Szóval ez a malom, ez 1919-ben alapították, hogyha jól emlékszem. Szóval ez egy régi családi sztori, és néhány évtizedig nem volt a család kezében, de most visszakerült oda. És hogyha jól értem, akkor maguk a körülmények is nagyon-nagyon hagyományosak. Abszolút. Vajda Józsi a pékműhelyből ajánlotta nekünk, hogy a Szabó Malomból vegyünk lisztet, és ez volt tényleg nagyon az elején, és azóta is tőlük veszik. Rengeteg cég forgalmaz alapanyagokat, meg adalékanyagokat, és így gyakorlatilag eléggé modortalan stílusban mondtuk ezeknek az embereknek, hogy hát köszönjük nekünk, nem kell semmi abból, amit ők árulnak. De hogy ízben nem lesz rosszabb akkor az adalékanyagtól, nem? Tehát pont ez a kísértés, sőt, hogy... Sőt, jobb lesz, jobb. Könnyebb lesz vele dolgozni, gyorsabban készül, nem kell kiverni az idejét. Akkor mi szól ellene? Az elvek? Talán igen, hogy akarod, de vagy nem, hogy a hagyományokhoz közelítesz, vagy a technológiához közelítesz. Inkább ez a kérdés. Na jó, lassan úgy nézem, meg is érkezünk. És konkrétan egy más hálóra álltunk rá, ami azt jelenti, hogy le tudjuk mérni valahogy az autónak a súlyát, csak nem tudom, hol van a kezelő, de szerintem ez valaki. Jó napot kívánok! Valaki pillanatokon belül meg fogja mutatni nekünk. És milyen jó, hogy felkészültem rendesen erre a mai forgatásra, mert hogy nekem van esőkabátom, neked van esőkabátod, Robi. Be tudjuk lőni, hogy ez most hány kilós, meg tudjuk nézni? Úgy nézem, hogy 905 kiló. 905 kiló, na tessék, ezt is megtudtuk, és nem valami hülye dokumentációt vizsgálgattunk, vagy ilyesmi, hanem konkrétan ráálltunk egy mázsálóra, és a gép megmondta nekünk. Ez itt a búza, ugye? Na, ha még nem láttatok volna búzát, akkor tulajdonképpen
erről beszélünk. Ebből lesz a liszt, aztán a végén meg a kakkercsiga. A minőségi lisztek az a titka, hogy jó minőségű alapanyag. Alapanyagot kell beszerezni. És ez honnan jön? Jellemzően akkor a föld él, a föld a igen, jó búza? Igen, igen, itt helyben is, ahol most Mila vagyunk, itt is van egy nagy gazda, akitől vásárolunk. Tehát, hogy Pest környékén is, ha jól értem, akkor igen, van jó búza. Igen, hogyha valaki igen, esetleg igen. keresne a nézők közül, akkor igen. érdemes kopogtatni. Nézzük meg, hogy mi folyik ott bent. Mert hogy nem akármi folyik ott bent, hanem hogy azt már felvezettük, ezek nagyon régi gépek, amik bent dolgoznak. A legjobb liszt örlése folyik bent. A legjobb liszt örlése folyik bent ilyen 200 éves technológiákkal és olyan gépekkel, amik ugyan nem 200 évesek, de 100 évesek, és még mindig működnek. Most megmutatom, hogy hogyan működik, és az a helyzet, hogy minden várakozás felülmúlóan steampunk ez a hely. Szóval, itt történik a nagyobb daraboknak az elválasztása a búzától. Most jönnek a nagyon-nagyon durva dolgok, de ezt fel kell mennünk oda. Szóval miután pihentették a búzát, beledobják őket ezekbe a hatalmas szitákba, mert hogy ezek konkrétan itt mögöttem sziták, és hát mit csinálnának egy szitában? Átszitálják a búzaszemeket, amik aztán lekerülnek az örlőgépbe, és az tulajdonképpen a malom. Ezekben a rettenetesen régi, 100 éves gépekben, és az a legjobb bennük, hogy úgy is néznek ki, mint a 100 éves gépek, és nézzétek csak. Még a búzaszemek esnek ki, viszont nézzétek csak. Itt már egy valamivel jobban megőrölt búzával találkozunk. És aztán számos őrlési fázison megy át a búza, az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik fázison. És az ötödik fázis végén gyakorlatilag megkapjuk azt a lisztet, amit aztán itt már be is töltenek különböző zsákokba, és innentől kezdve aztán mehet a pékségekbe, és készülhet belőle kakaós csiga, meg kenyér, meg mindenféle jóság. És ez gyakorlatilag így csinálják már évszázadok óta, ebben semmi különleges nincsen, hiszen van egy rakás szakma, amit évszázadok óta művelnek. De az, hogy ezek a gépek több mint 100 éve üzemelnek, és hogy a mai napig ezek készítik az egyik legjobb lisztet Magyarországon, az szerintem csodálatos. Nagyon úgy persze, hogy ezt elfelejtettem visszazárni. Vagyis nem elfelejtettem, hanem szimplán rosszul csináltam, de most már rendben vagyunk. Remélem, hogy a magyar lisztipar nem sínyli majd meg ezt az esetet. Most arra számítasz, hogy meg fogom kérdezni tőled, hogy miért volt ilyesmi a fejedben, de nem fogom megkérdezni tőled, hanem maradjon az események homályában, nem? Tehát, hogy ezt nem kell feltétlenül tudnunk, hogy te miért csinálsz ilyen furcsaságokat. És hova megyünk most? Hát most elmegyünk Mária-halomra, ahonnan a tejünk származik. Amikor bemész mondjuk egy közértbe, és ott látod ezeket a gyönyörű, szépen becsomagolt tejeket, azok ugyanúgy tehénből származnak. Ami feltétlen biztos benne, igen. Hogy remélem, és gondolom, hogy így van. Viszont ami különbség, hogy a tehenek hol élnek. Itt például, ahova megyünk, itt egy óriási területen van mondjuk 30-40 darab tehén, és akkor így ennyi. Viszont a nagyipari feldolgozásban ez a jellegzetes íz, ez elvész. Aha. Tehát, hogy nem lesz már annyira természet. Vagy istáló íze. Vagy istáló, igen. Nevezzük ezt nagyon így, ahogy... Nagyon jó tetten érni a tejben. Szóval az előbb az történt, hogy egy kamionos elkezdett zavarni az, hogy mi nem a megfelelő tempóban megyünk, vagy nem abban a tempóban, amiben szerintem mennünk kéne. Úgyhogy a következőt csinált, a kielőzőt, rányomott a dudára, és megpróbálta ráhúzni az autóra a kamionját, ami mekkora büdös parasság vár. De nem sikerült összetörnie minket, mert nagyon ügyesen cikáztunk, de nem rajta múlott, nem? Tehát, hogy ő azért minden tőle telhetőt megtett, hogy összetörjön minket, és úristen, milyen frusztráltak az emberek, de mi nem hagyunk magunkat idegesíteni, mert jó kakaós csiga van bennünk, voltunk egy jó malomban, és most megyünk a jó tehenekhez. Nagyon szép itt, nagyon-nagyon szép. Azt a minden itt, mekkora vagy, úristen, ez lovak is vannak itt? Szevasz. Ez még nem a tehén, csak majdnem akkora.
Itt teherek vannak. Érzek valamit. Te figyelj, hát mi nagyon összehaverkodtunk. Annyi! Ne. Jól van. Csak mit szólnak ahhoz, hogy én bejövök ide hozzájuk? Semmit, ezek tehenek. Igen? Ha nagyon durván rúgdosod őket, akkor odébb mennek. De békések, akkor alapvetően nem fognak falkában nekünk támadni. Ne, ezek nem tudnak. A Holstein Fríz az, aki most éppen ül itt. Onnan lehet megismerni. Ezek a pirosas barnák, ezek a magyar tarkák. Ez meg ilyen gyönyörű, ilyen deres színű. Melyiknek mi a szkíje? Melyik miben nagyon jó, hogy többféle van itt egymás mellett? A magyar tarka az azért ritkaság a világon, mert az egyszerre tejcélú és húshasznú, a Holstein Fríz az pedig csak tejcélú. Aha. Szóval akkor végső soron a tej minőségét az határozza meg, hogy mit teszik az állat, igen, vagy igen. Hogy ő boldogan legelészi? Hogy milyen körülmények között tartod, igen. Aha. Mindjárt felmegyünk a kakukkfüves részhez, van friss csalános rész, van nátszukros rész, igen, aha. Ez határozza meg. Meg leszel fejve? Te meg leszel fejve? Magyarországon egyedül mi használunk tőgynyírót, tehát borotváljuk a tejnek tőgyét, mint a nők a... Mint a nők a mit? A nők... Azt, ami, ahol nem szeretik a szőrt. De... A szakállukat. Ja jó, például... tehát a szőrt borotváljátok. Igen, igen. Miért te mit gondoltál? Azt hittem, hogy magát a tőgyet így meccitek, vagy valami. Kipróbálod? Na persze, ez szóval. Ezt Csaba a kezemet így. Így nem megnyomod, hanem így szépen kinyomod belőle. Teheret fejek. Volt egy ismerősöm, aki fogta és fogadásból alá feküdt és kiszopta a tejet belőle. Ez az, ami nem fog megtörténni. Na jó van, ezt is kipróbáltam. Megfejtem egy tehenet. Mi van? Őt hogy hívják? Nelly. Szia, Nelly! De hogyan tett, hogy mit csinált a bika, hogy meglátott téged? Szarfejre akart tűzni. Aha. Rendben. És hogyan, hogy lenyomott a fejével igen, a földre? Mert közel volt egy méterre tőlem, ezért nem elrepültem, hanem csak így eldőltem. És akkor így megállt fölöttem, így ugrált, és próbált így leszavarni. Úristen. Hogy lett ennek vége? Tehát hogy álltatok föl? Jött a pásztor és lekergette rólam. Erre az egész beszélgetésre azért került sor, mert a vendéglátóink szóltak, hogy ne menjünk közel a bikákhoz, mert bármennyire is jámborak, csinálnak néha furcsa dolgot. Ott látjuk a felvételen, hogy jönnek errefele a tehenek. Jaj, és tényleg jönnek! A drón egy kicsit megijesztette a teheneket. Csak a bika nehogy megtámadjon minket. Na ott a bika is. Hát ez örömhír, hogy megjött a bika is végre, egy ideges bika. Mert hogy elhangzott az előbb, hogy körülbelül 3 éves koráig van meg a bikának a jó nevetségénye, és utána elveszít mindenféle domestikációt, és gyakorlatilag megtámadja az embert. Elkezd fújtatni, meg játszik a lábaival, aztán támad. De ez egy 2 éves bika, úgyhogy elvileg ez még rendben van. Vigyázz, Robi, ott a bika! Az ott a bika! Mit csináljon a Robi ilyenkor? Mi a teendő? Ne mozogjon! Tettesse magát halottnak? Az tényleg a bika volt? Az a bika volt. Tudom, hogy ez félelmetesnek szántad, de egyáltalán nem félelmetes az, hogy... Na ez nem félelmetes. Ez már a hőkezelte. Hőkezelte, nagyon jó. Hol lehet venni a ti tejetekből? Szóval, ha én Budapesten akarok venni tőletek tejet, ezt meg tudom tenni valahol, vagy... Hát van 40-valahány hely. Aha, szóval az ember nézze meg. Be lesz linkelve alul. Ha megnézitek a videó alatt, ott lesz az is, hogy hol lehet ilyen tejet venni, meg hogy hol lehet olyan lisztet venni, a kakaócsigát meg úgyis tudjátok, de az is be lesz linkelve. Minden ott van a videó alatt. Nagyon kellemes. Gratulálok az irodádhoz, nagyon-nagyon jó. Meg a tehenekhez is. És elég jó kilátás is van. Nézzétek? Itt le lehetne forgatni a Gutenburgok örökségét. Na, hát mára nagyjából ennyi az epizód, most már csak annyi a dolgom, hogy bepattanjak a járműbe, hazamenjek, megvágjam az anyagot, és tudjátok, holnap találkozunk.
Sziasztok!